4 év hosszú idő. Én pontosan emlékszem arra a 2008 őszi napra vagy napokra, annál is inkább, mert akkor kezdtem el újból dolgozni a gyermekszülési szabadság után. Szóval, hogy emlékszem, hogy egyből belecsöppentünk egy olyan történetbe, ami ritkán volt eddig még, vagy talán nem is volt a magyar politikában. Aztán ez a történet valahogy egyre, ahogy elcsitult, mégsem csitult el, hanem egyre furcsább, egyre durvább, egyre érthetetlenebb lett. Mindenki azt próbálta kitalálni, hogy azokon a bizonyos hangfelvételeken, ami elhangzik, az igazából miért nem a vita tárgya, vagy miért nem az a pereknek a tárgya, azok miért záródtak le, arról miért nem beszélünk már, csak arról beszélünk, és arra az ügyben folyt ugye az eljárás, hogy ezeket a hangfelvételeket ki, miért, milyen jogon hozta nyilvánosságra. Például Dávid Ibolya, aki most vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azon gondolkodtam, amikor ma meghallottam az elsőfokú ítéletet, és annak indoklását, hogy megbánta azt a 2008 őszi napot, megbánta azt, hogy nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt? Ma is hasonló módon kellene eljárnom, és ez most már nem a szubjektív véleményem, hanem két olyan döntés született a polgári perekben a legfelsőbb bíróság, illetve a kúria előtt, ma pedig egy büntetőbíróságon, amelyik azt igazolta, hogy törvényesen és az alkotmány szellemében jártam el. Az alkotmány szellemében annyiban, hogy a pártok működése az egy alkotmányosan védett működés, hogy szabadon működhessenek a pártok, hiszen a néphatalom letéteményesei azok a parlamenti pártok, akik egy választás útján kerülnek a parlamentbe. És amikor egy ilyen parlamenti párt életébe, egy ilyen beavatkozás, vagy egy beavatkozás kísérletére hanganyaggal bizonyítékom van, akkor nyilván úgy járok el, hogy a törvényesség legfőbb őréhez megyek, ez az ügyészség, elmentem a nyomozóirodára is, és amennyiben egy része ennek a nyilvánosságra tartozik, a nyilvánossághoz fordulok, hiszen kinek a kockázatára vártam volna még napokat vagy heteket, amikor ismerve ezt a hanganyagot mindenki tudja, hogy arról szólt, hogy pénzelnek egy kis csapatot, akik pénzfejében elnökváltást akarnak megsegíteni a Magyar Demokrata Fórumban, és ezért terhelő adatokat kell rám gyűjteni, hogy ezt az elnökváltást kívülről könnyebben megsegítsék. Hát egy normális demokráciában csak így tud eljárni bárki, akinek ilyen bizonyíték van a kezébe. Az más kérdés, hogy az ügyészség, amikor én a bejelentésemet megtettem, akkor homokba dugta a fejét, és onnantól kezdve mindvégig az UDZRT-t védte minden eljárásában. Hát és számtalan ügy volt, tehát itt a farünkbe helyezett kamera, meg nem tudom, tehát feleleveníteni is, megyei elnök, akik elloptak az MBH-sok zsákot húzva a fejére, ugye ez is lezárult már. Tehát azért mondtam, hogy a hanganyagok és annak tartalma, amikor nyilvánosságra került, tehát az is megdöbbentő volt, de utána, hogy ez az ügy kezdett szétágazni, és millió kis részlet kiderülni, és mintha elvesztünk volna már a részletekben, hogy zsákba húzott megyei MDF-es elnököt elvisznek, meg mi van már? És egyre kevesebbet beszéltünk arról, hogy egy párt elnökválasztásába kívülről valaki bele akart avatkozni, hogy politikusok valakikkel arról beszélgettek, hogy Labos Sándor hányszor megy mondjuk Oroszországba, és kikkel találkozik, tehát hogy a tartalomról már ez nem volt szó. Ez egy mesteri munka, mert pontosan az volt a cél, hogy ilyen részletkérdésekről essék szó, hogy ki rabolta el Balla Györgyöt, amikor tragikomikus volt, és itt mint a bíró úr a mai ítélet hirdetésben mondta, hogy kinek a tragikum, kinek a komikum volt ebben erősebb, de zsebkendővel kellett csak túlélni azt a 10 percet, mire ismertették, hogy miért szűnt meg az az eljárás. Egy tragikomikus komédiának a forgatókönyvét nem lehetett volna ilyen bohóc módon megírni, mint ahogy ez a történet maga akkor lezajlott. És erről szólt a történet, hogy ne a lényegről legyen szó, ne arról legyen szó, hogy mi van egyébként a hanganyagban, még kevésbé legyen arról szó, hogy mi van az egész UDZRT magatartásában, és ne legyen szó arról, hogy politikai megrendelésre az ügyészség koholt egy olyan vádat,
ami alapján 4 éven keresztül lehetetlenítette el az én életemet, a pártom életét egyaránt. Ugyanakkor elérte azt, hogy az MDF kiesett a választáson, ezzel pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ha az MDF bent maradt volna a parlamentben, akkor más erőviszonyok alakulnak ki Magyarországon, és ez sokaknak nem állt érdekében. Amikor azt kérdeztem itt a beszélgetésünk elején, és tényleg 4 éve nem láttuk önt, és 4 éve nem nyilatkozott, hát nem, a választások ott, akkor nem 4 éve, tehát az ügy tart 4 éve. Szóval, hogy megbánta-e, és ma is így cselekedne, hogy nyilvánosságra hozza ezeket a hangfelvételeket így, hogy már tudja, hogy annak milyen ára van, hiszen az egész MDF ráment. Vagy legalábbis ennek a történetnek köze volt ahhoz, hogy rámenjen. Én azért a logikát megfordítanám. Ennek az ügynek az volt a célja, hogy menjen rá az MDF. Tehát én, aki törvényesen és az alkotmány szellemében járok el, és erre már egy polgári és egy büntető ítélet is hivatkozik, akkor valószínűleg nem az én magatartásom következménye volt, hanem akik ezt az egész eljárást, és itt még egyszer szeretném kiemelni, fair eljárás volt a bíróságon, de az ügyészségi eljárásban, sem a bizonyítási eljárásban, sem a vádemelésben szakmai megalapozottság nem volt. Na most, ha fölmerül az a gyanú, hogy nem szakmai ez az egész eljárás, de majd néhány példát azért szeretnék mondani, nem szakmai, akkor politikai. Ki mozgatja a szálakat? Ez az ügy egy precedens ügy. És ügy akkor is precedens volt számomra, és amikor ez megtörtént, és most is. Ennek az üzenete rendkívül fontos. Egyrészt azért, mert azok, akik ilyen eljárást indítottak, ilyen koncepciós eljárást, azok tudják az eljárás megindításakor, hogy nem az a fontos, hogy 4-5-6 év múlva milyen ítélet születik, mi lesz a jogerős ítélet, hanem az eljárás maga a büntetés. Az a büntetés, hogy stigmát kap valaki a homlokára, vagy skarlátbetűt. Viselje ezt a megkülönböztető jelet, hogy ellene büntető eljárás van politikusként, volt igazságügyminiszterként, jogász vagyok, ügyvéd a szakmám, 20 évig jogalkotó voltam, egy abszolút törvénytisztelő ember. Ez az a stigma, ami a legnagyobb büntetés, és ha még hozzátesszük a jobboldali radikálisnak mondott média hisztériáját, amivel körbevette ezt az ügyet, akkor elérték a céljukat, mert akkora bizalmatlanságot akartak és tudtak kelteni félinformációkból, ügyészségi kiszivárogtatásokból, aminek ez lett az eredménye, és hogy a 2 éves hallgatásom után eljöttem, az pontosan ezzel függ össze, hogy azok a kollégáim, akik több tízezer ember kollégám, barátom, ismerősöm, támogatom, szavazom, akik a korábbi időszakban mellettem álltak, érveltek mellettem, azok a mai naptól kezdve emelt fővel tegyék meg, mert a bíróság kimondta, hogy törvényesen és az alkotmány szellemében jártam el. Ez az a fő kérdés, ez az a precedens, ami alapján én azt a következtetést vontam le, hogy itt ma Magyarországon ez egy olyan üzenet mindenkinek, a ma politikusának, egy ilyen eljárás, meg a jövő politikusának, de a közembernek is, hogy ne hallj meg, ne láss meg, és ne tegyél szóvá dolgokat, mert előbb-utóbb még majd a bejelentő lesz az, akit megbüntetnek. Na most ez a fajta világ, ez nem egy jó világ, ami ránk köszönhet, hogy nincs szabad véleménynyilvánítás, gondolkodás, hanem jobb, ha mindenki befogja a száját a maga kis területén, és nem tesz szóvá olyan dolgokat, amelyek nyilvánvalóan egy demokráciában, egy jogállamban nem megengedett eljárások. Mit látott meg, és mit hallott meg, és mit tett szóvá, amit nem szabadott volna?